30 ezeren vettek részt a hétvégi Budapest maratonon. A 42 kilométeres főszámot egyéniben csaknem 6400-an teljesítették. Közülük minden második külföldi volt. A kétnapos rendezvényen 18 különböző táv közül választhattak a versenyzők. 3, 2, 1... 13 ezer ember rajtolt egyszerre reggel 9-kor a 39. Budapest Maraton főverseny számán, a 40 kilométeres futáson. Az indulókat a magyar maratoni csúcstartó Szabó Nóra is biztatta a startnál. Nagyon jó hangulat van itt, és egészen más volt így a másik oldalon állni. És ennyit tapsolni még soha nem tapsoltam, még színházban sem, mert 18-20 percen keresztül tartott a rajtoltatás. A kijelölt útvonalat 8 kilométer hosszan foglalták el a sportolók. Őket az Árpád hídtól a Rákóczi hídig 14 frissítő ponton vízzel és magas energiatartalmú ételekkel várták a szervezők. Szinte minden versenyző hatalmas mosolyjal érkezett a célba. 6400-an teljesítették egyénileg a 40 kilométeres távot, köztük az 59 éves Kele Géza is, aki a 225. maratonját futotta le idén. Nekem a Budapest az egy páratlan élmény, ugye, mert felvidéki vagyok, de igazi magyar gyerek, és itt futottam az első maratonomat is, és azért még nagyobb öröm számomra, hogy újra itt lehetek ennyi év után. A maraton mellett félmaratonra, páros és négyes váltóra is több ezren neveztek. A Most vagy Soha című film egyik főszereplője, Novkov Máté, aki Irányi Dánielt alakította, például váltóban indult. Egy maratont négyen futunk le az Örkény István Színházból, úgyhogy ez egy ilyen 10,8-as táv volt most számomra. Nagyjából mindenkinek kb. 10 kilométerre jön ki. Váltóban futott Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár is, aki az esemény egyik védnökeként három csapattársával teljesítette a távot. Fel kell menni a pályára és példát kell mutatni. Hát nem mondhatom, hogy utána, mert nagyon sokan sokkal gyorsabban futnak, mint én, de azt hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége van, hogy ilyen rendezvények vannak, mert ezek a rendezvények ilyen élmény, örömünnepet jelentenek, és hogy valaki lefusson egy maratont, vagy egy félmaratont, vagy akár egy váltóban is elinduljon, ahhoz kell készülni. A 39. Budapest Maraton kétnapos fesztiválján 30 ezer versenyző indult 18 különböző távon. A legidősebb induló egy 88 éves olasz férfi volt.